Sziasztok! Még mindig a halmazok témakörében ma a De Morgan azonosságokkal fogunk megismerkedni, hiszen a halmazok meccetére, egyesítésére és a komplementer képzésre vonatkozóan igazak az úgynevezett De Morgan azonosságok. A dömorgan azonosságok lényegében a matematikai logikára és a halmazokra épülnek, de még mielőtt rátérünk a konkrét azonosságokra, ismételjük át egy kicsit, amit a komplementár halmazról tanultunk. Hiszen a komplementer halmaz definíciója úgy szól, hogy az A halmaz komplementer halmazának nevezzük az alaphalmaz azon elemeinek a halmazát, amelyek nem elemei az A halmaznak, és ugye a jelölése A felülvonás volt. Az ábrán is lehet látni, hogy ugye a komplementer halmaz lényegében azt jelenti, ugye a komplementer kiegészítő halmaznak is szokták ezt nevezni, az A, az a halmazon kívüli elemeket tekintjük az A halmaz ö, komplementerének. De nézzünk egy kis ismétlő feladatot. Itt szól az a példa, hogy az A halmazban itt vannak a matek szakos hallgatók. Tekintsük őket a következő univerzum részeként, Ugye itt van az univerzum az alaphalmaz, az univerzumban az alaphalmazban pedig a budapesti születésűek vannak. A feladat azt kérdezi, hogy mikor lesz az A komplementer halmaz. Tehát az A komplementer halmazába ö, kik fognak tartozni. Mi is volt a komplementer halmaznak a definíciója? Az volt, hogy az A halmazon. Ö, kívüli elemek, tehát az alaphalmaz azon elemeinek a halmaz, amelyek nem elemei az A halmaznak. Így erre a kérdésre roppant egyszerű a válasz, tehát mikor lesz a az A komplementer halmaz, tehát mik lesznek az A komplementer halmaznak az elemei? Hát persze, hogy a nem matek szakos budapesti születésű hallgatók, ugye az A halmazon kívüliek, az A halmazon kívüliek ott vannak a budapesti születésűek, és még akár lehet itt BC halmaz, a nem matek szakos budapesti születésű hallgatók lesz erre a feladatra a válasz. Menjünk tovább. A De Morgan azonosság bármely AB halmazokra nézzük most a De Morgan azonosságot. Itt szól az első megállapítás, hogy két halmaz komplementerének egyesítése megegyezik a két halmaz meccetének komplementerével. Tárgyaljuk külön-külön, hogy mit jelent a bal, illetve mit jelent a, a jobb oldal. Nézzük először a jobb oldalt, ami ugye azt mondja, hogy két halmaz komplementerének egyesítése. Mit jelent az, hogy két halmaz komplementerének egyesítése? Ugye van itt nekem az A halmazom, itt van a B halmazom. Mit jelent az, hogy két halmaz metszetének komplementere? Két halmaz metszetének komplementerét egy kicsit jobban meg kell vizsgálni. Ugye ez az azonosság azt mondta ki, hogy a bal oldal minden eleme a jobb oldalnak is az eleme. Hát akkor vizsgáljuk meg először a, a két halmaz metszetének komplementere mit akar. Nézzünk egy számot, mondjuk egy x számot. Ha x eleme Ugye azt mondta, ha x eleme az AB meccet komplementerének, akkor ez mit is takar? Az azt akarja, hogyha belegondolunk, ez az x számunk, ez az x nem lehet eleme az A. Metszet B-nek, mert mit jelent a komplementer? Lényegében, ha vizsgáljuk az egészet, az A-metszet B jelenteni ezt a közös részt. De mivel itt a komplementer felülvonás van, ami azt jelenti, hogy a metszeten kívüliek, ez azt jelenti, hogy ugye az X nem lehet eleme az A-metszet B-nek. Ha ezt tovább tárgyaljuk, akkor belátható, hogy X nem lehet eleme az A-nak, vagy x nem lehet eleme a b-nek, hiszen kikötöttük, hogy az a meccet b-nek nem az eleme, nem lehet eleme az x, ezért az x nem lehet eleme az a-nak, vagy nem lehet eleme a b-nek. Így ebből az következik, tovább tárgyalva, hogy az x biztos, hogy eleme az a komplementernek, tehát az a halmazon kívül lévő dolgoknak, vagy az x még eleme lehet a b komplementernek. Ebből azt következik, hogy az X, ha ezeket végignézzük, minek lehet az eleme? Az X biztos, hogy eleme lehet az A komplementer, illetve a B komplementernek, tehát vagy-vagy vagy uniójának. Tehát az X eleme lehet az A, illetve a B halmaz komplementerének egyesítésével. Na, lényegében ez azt jelenti, hogy az A kívüli részeket jelenti az A komplementer, a B pedig a b kívüli részeket jelenti, ami azt akarja, hogy a A komplementer unió B komplementer roppant egyszerűen a halmazon kívül eső dolgokat fogja takarni. Tehát a két halmazon kívül eső dolgok, ez volt az A-Metszet B. Hogy két halmaz komplementerének az uniója, vajon megegyezik-e ténylegesen a két halmaz medszetének komplementerével? Most ezt fogjuk vizsgálni. Tehát most ezt az oldalt, az az egyenlőségnek a bal oldalát fogjuk megvizsgálni, ugyanúgy, ahogy a jobb oldallal tettük. Hát nézzük, mit is jelent az, hogy két meccet uniójának a komplementere. Van egy X számunk, még mindig abból induljunk ki, ideírom fölfele most. Hogyha az X számunk, X eleme az A unió B komplementerének, akkor az mit takar? Azt akarja, hogy az X biztos, hogy eleme az A komplementernek, vagy az X eleme a B komplementernek. Ugye a, a, itt az A halmazom, itt a B halmazom, és ugye komplementerről van szó, tehát az A, illetve a b kívüli részeknek is ö, ö, biztos, hogy eleme. Vagy az A komplementernek, vagy a ö, B komplementernek, ebből az következik hogy az x számom biztos, hogy nem eleme az a-nak, vagy nem eleme a b-nek, hiszen komplementár semmi köze hozzá, ugye az a-n, illetve a b-n kívüli dolgokról van szó. Ebből pedig az következik, hogy az x-ünk az nem eleme a közös részének, tehát az a meccet b-nek sem lehet az a az eleme, ebből pedig az következik, hogy ez az egész, az x eleme az a meccet b komplementerének. Azaz ez, ha a Venn diagramon áblázoljuk, ez azt fogja jelenteni, hogy az a meccet b kívüli dolgokat fogjuk mi most besatírozni, azaz az a meccet b kívülieknek ugye, Kívülieknek a tagja lényegében azaz, az alaphalmazt fogjuk itt is besatírozni. Tehát az A és a B metszeten kívüli részeket, vagyis halmazokon kívüli részeket. És mint láthatjátok, ahogy az azonosság mondta, hogy két halmaz egyesítésének komplementere egyenlő megegyezik a két halmaz metszetének komplementerével, az az lényegében teljesült is ez az azonosság. Ezt azért bontottam ki, hogy jobban megértsük ezeket a, a komplementerekre vonatkozó dömorgen azonosságokat. De nézzük meg a másik azonosságot. Ez is bármely AB halmazokra vonatkozik, amely úgy szól, hogy két halmaz komplementerének a metszete megegyezik a két halmaz egyesítésének komplementerével. Na hát itt is kibontjuk a dolgokat. Nézzük először külön-külön, hogy mit jelent az, hogy a metszet B komplementer. A meccet B komplementer, megint induljunk ki egy ö, szám, megint induljunk ki majd ö, ugye egy ö, számból. Képzeljük el, hogy van egy X számunk, és azt mondjuk, hogy az X eleme az A meccet B komplementernek. Akkor ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy az X eleme lesz az A komplementer és... X eleme a B komplementernek, hiszen metszetben van az A komplementer, illetve a B komplementerében, tehát ez az X számunk eleme lesz az A komplementernek, és eleme lesz a B komplementernek. Ha mi most ezt tovább bontjuk, akkor ugye könnyen belátható, hiszen most van szükségünk, logikus gondolkodása. Belátható, hogy az X ezáltal nem eleme az A-nak, és x nem eleme a b-nek. Ebből pedig az következik, hogy az x nem lesz eleme az a unió b-nek, ezért, ha nem eleme a x az a unió b-nek, ezért biztos, hogy az x eleme lesz az a unió b komplementerének. Ez a nagyon fontos. Ezt jelentette az a komplementer metszett B komplementer. Ha mi most ezt a vend diagrammon ábrázolni akarjuk, akkor azt jelenti, hogy ugye van itt az A halmazom, ezt, jelöl, ezt jelölöm én most ö, sárgával, és van nekem a B halmazom, ez lesz most a kék, és ugye azt mondtam, hogy az X eleme az A unió B komplementerének, azaz két halmaz egyesítésének komplementerével. Ha ezt ábrázoljuk itt a Venn diagramon, ez azt jelenti, hogy az A unió B-n kívül eső dolgok, hát az micsoda, persze, hogy az alaphalmaz lesz, tehát a két halmazon kívül eső dolgokat fogja lejelenteni, tehát ezt a részt, az alaphalmaz lényegében. Ez jelenti az A unió B komplementárt. Térjünk akkor rá az egyenlőségnek a jobb oldalára, hogy mit is jelent az, hogy két halmaz komplementerének uniója. Mert mi most az lényegében azt bizonyítjuk ezzel a logikus gondolkodással, hogy ez valóban megegyezik -e egymással. Nézzük akkor azt meg, hogy mit jelent Két halmaz uniójának komplementere, ugye itt az A halmazom, itt van továbbra is a, a B halmazom, és kicsit mélyebben gondolkodunk megint. Mit jelent az, hogy két halmaz uniójának komplementere? Két halmaz uniójának komplementere azt fogja jelenteni, hogy megint képzeljünk el egy számot, hogy az X. Biztos, hogy ekkor nem eleme az A unió B-nek, hiszen az A unió B kívüli dolgokatra kíváncsi, eddig igaz. Ha ezt tovább gondoljuk, akkor belátjuk, hogy az X nem lehet eleme A-nak, és X nem lehet eleme B-nek, mivel hogy ezek az A unió B kívüleső dolgok. Tehát ezek nem eleme. Ha nem eleme, nem eleme, akkor az X biztos, hogy eleme az a, a komplementerének, és az X eleme a B komplementerének, azaz ez mit jelent? Ha eleme A-nak és B-nek is, akkor biztos, hogy eleme lesz az A és a B komplementer metszetének is. Tehát X eleme az A, illetve a B. Ö, ö, Komplementerének is, tehát meccetének komplementerének is. Ez itt a nagyon fontos ebben is. És ha ezt ábrázolni akarjuk, akkor az azt jelenti, hogy A unió bén kívül eső dolgok, azaz nem lehet se az a, se a B, se a, a meccete, mert ezek egyszerűen nem viselik egymást, tehát kívüleső dolgok, még egy pici köze legyen se az A-hoz, se a B-hez, ezért itt is belátható, hogy az alaphalmazt tekintjük a két halmaz uniójának komplementerének. Tehát itt is a lila, vagyis az alaphalmaz lesz a feladatnak a megoldása, illetve ezzel tudjuk bizonyítani, hogy valóban megegyezik két halmaz komplementerének uniója, illetve két halmaz meccetének, két halmaz meccetének komplementere. Ugye? Tehát ez az alaphalmaz jelenti, az A unió B komplementerét, és valóban beláttuk, hogy itt is ezt jelentette meg, itt is a bal a jobb oldalon, ezek tényleg egyenlőek. Nézzük konkrét feladatokat, hogy mikor is alkalmazzuk, vagy hogyan alkalmazhatóak ezek a dömorgen azonosságok. Így szól a példa, hogy van egy alaphalmazunk 1-től 7-ig számokkal, az alba van a 2, 4, 6, 7, a B-be pedig az 1, 3, 5, 6, 7 számok, és adjuk meg a halmazokat, és ábrázoljuk vendiagramon, akkor csináljunk gyorsan egy vendiagramot. Itt van az A, illetve a B halmaz, osszuk el a számokat, azt mondta, hogy az A-ba a 2, 4, 6, 7 van, a B-be 1, 3, 5, 6, 7, akkor ha ezt gyorsan elosztjuk, akkor látjuk, hogy az A-ba megy a 2, 4, a B-be az 1, 5, 3, meccetükbe pedig a 6-os és a 7-es megy. Így néz ki jelenleg. Nézzük az A részét a feladatnak. Azt mondja, hogy a A meccet B komplementerébe ö, mik fognak tartozni. Hát, ha jól belegondolunk, akkor ha nem a komplementer részét veszük, hanem simán csak az A meccet B-t, akkor beláthatjuk, hogy a feladat megoldása a hatos és a hetes lenne. De, ugye itt a komplementer kell, tehát a mecceten kívüleső dolgok, és ne felejtsük el, hogy a mecceten kívüleső dolgok, ugye komplementer esetében nem azt jelentik, hogy akkor az A-t be, ö illetve a B-t, mert ugye tudjuk, hogy a komplementer függetleníteni akarja magát az adott halmazától, ezért annak semmi köze, hogy nem szabad, hogy legyen se az A-hoz, se a B-hez, és akkor ugye ez az A meccet B komplementer, ha emlékeztető idejük, hogy az X ugye nem lehet eleme az A meccet B-nek, így ugye az X nem eleme az a-nak vagy x nem eleme a b-nek, így x eleme az a komplementernek vagy ugye az x eleme a b komplementernek. Ebből pedig azt következik, hogy ö, vagy vagy, akkor az x biztos, hogy eleme az a komplementer unió b komplementernek, azaz ez a feladat megoldása, hogy a A és B halmaz meccetének komplementerére kíváncsi, az pedig az A komplementer unió B komplementer lenne, azaz az univerzum ez lenne az A feladat megoldása. Nézzük a B részt, ami azt mondja, hogy két halmaz komplementerének uniójára kíváncsi. Ugye, ha nem a komplementárt nézzük, hanem csak annyit, hogy A unió B, akkor ez azt jelenteni, hogy az A és a B-ben lévő összeszámot fel kéne sorolni, lényegében tehát az univerzumot az alaphalmaz. De mivel itt komplementerrel van szó, ezért megint meg kell azt gondolni, hogy ugye komplementerről van szó, ezért az X nem eleme az A unió B-nek, ezáltal X nem eleme annak, és x nem eleme a b-nek, ezáltal az x eleme kell, hogy legyen az a komplementárnek és a b komplementárnek, azaz ennek a feladatnak az a megoldása, hogy az x eleme kell, hogy legyen az a komplementer meccet, B komplementernek, azaz megint itt az alaphalmaz lenne lényegében a feladat megoldása. Nézzük a C részt, ami azt mondja, hogy a unió univerzum Hát mit is jelent ez, ha jobban belegondolunk, ugye itt vannak az A halmazban az elemek, ugye az A halmazhoz tartozik a 6, 7, 2 és a 4, és unióra akar lépni az univerzummal. Az univerzumban pedig ugye vannak itt az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 számok, ami ugye az univerzumnak az elemei el van osztva az A, illetve a B halmaz között. De mivel unióra lépett az A-val, ezért azt jelenti, hogy az összes számot fel kell ide sorolni. Ennek a C résznek tehát az a megoldása, hogy maga az univerzum, az alaphalmaz a megoldás erre az A-unió U-val. Tehát, ha ezt be akarjuk sorolni, akkor ugye 1-től 7-ig a számok, ahogy itt a feladatban ö szerepelt. Menjünk tovább. A példa úgy szól, hogy határozzuk meg az ABC halmazokat, hogyha tudjuk, hogy megvan adva, A unió B unió C be föl van sorolva 1-től 10-ig a szám, aztán az A unió B be van az 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, az A különbség B ben a 8, 9, 10, az A metszet B ben az 1, 2, 3, az A metszet B metszet C metszet az 1, 3, az A metszet c be az 1, 3, 8, a B különbség C-ben pedig a 2, 7, és lényegében a feladat arra kíváncsi, hogy mik vannak az a ba B-be és a C halmazukban, mely számok tartoznak. Hát ezt a feladatot nem tudjuk másképp megcsinálni, mint hogy Venn diagrammal fogjuk ezt az egészet szépen szétosztani egymás között. Itt van az A, itt a B, itt pedig a C, halmaz. Ugye itt egy kicsit ö, ö, tudni kell mondjuk a, hogy milyen műveleti sorrendet fogunk milyen műveleti sorrendet fogunk használni? javaslom azt, hogy ö, nézzük sorba a feladatot az A unió B unió C lényegében azt jelenti, hogy ez az alaphalmaz, hiszen az unióból tudjuk hogy az összes száma mi a, a halmazok között van, azt jelenti egyesítés. Tehát lényegében az alaphalmazban az 1-től 10-ig számok vannak. Ezt nem nagyon tudjuk ábrázolni itt a ö, jelenlegi halmaz ábránkon hiszen csak az A unió, B unió, C arról ad felvilágosítást, hogy ez az 1-től 10-ig számok szerepelnek az A, B, C halmazban, csak nem tudjuk, hogy melyik szám melyik halmazban foglal helyet. Lényeges, hogy vagy mindig a komplementerekből, de mivel itt komplementer nincs, ahogy láthatjátok, ezért a meccetekkel fogunk kezdeni. Először komplementer, utána metszet, aztán unió és különbséghalmaz. De az unió és a különbség halmaz ugye megfordítható, lényeges, ilyen sorrendben eljári. Na már, mivel most itt a feladatunknál komplementer halmaz nincs, ezért a metszetekből fogunk kiindulni. Ugye itt találhatóak a metszetek, a metszet B, ugye ez a közös részt jelenti, az 1-2-3 foglal helyet, az A meccet B meccet C be az 1, 3. Az AC meccetbe pedig az 1, 3, 8. Ugye most itt vannak a, a meccetek. Ezért szépen elosztjuk egymás között. Azt mondja, hogy A B -be van az 1, ugye az A meccet B be van az 1, 2, 3, ezért az A-ban bent csak a 2 van, az almetszed itt az 1, illetve a 3 foglal helyet. Most pedig a metszeteket kivégeztük, menjünk akkor a különbség halmazokra. A különbség halmaz van itt az A különbség B, a B különbség C halmaz, ami ugye azt jelenti, az A különbség B, hogy azok az elemek, amelyek a B-nek nem elemei. Tehát, ha ide megyünk az A és a B halmazra, azt mondja, hogy a B-nek nem elemei, ez a 8, 9, 10, ez jelenti lényegében a különbség halmaz. Akkor van itt a másik különbség a 2, 7. Itt még a meccetből kihagytam a 8-at, bocsánat. Tehát ez azt jelenti, hogy az A-nak elemei, de a B-nek nem. Mivel a 8-ast már itt kilőttük, ez az AC közös meccetében van, ezért az A-ba csak a 9-es és a 10-es kell. Menjünk a következő különbségre. Ugye B-nek elemei, de C-nek nem. Ezért itt a B-be megy a, a 6-os és a 7-es. Ugye ezeket ö, ö, kilőttük, a 6-os és a 7-es. Akkor menjünk az unióra. A unió, B unió, C. Hát milyen számokat lőtünk ki? Ugye, kilőttük az egyest, a kettest, a hármast, a hatost, a hetest, a nyolcast, a kilencest és a tízes. Van itt a négyes és az ötös. És mivel akkor megnézzük tovább az A unió, B mit jelent, ugye, az A unió B-be, ugye azt tudjuk, hogy azt jelenti, hogy ha az 1-es vagy az A-hoz, vagy a B-hez, akkor itt a 2-es, a 3-as, a 6-os, lényeges, a 6-os, a 7-es, a 8-as, a 9-es és a 10-es foglalit helyett, ami itt meg is van. És mivel itt A unió B, unió C van, ezért látjuk, hogy a B különbség C-nél, C-nek nem eleme ugye a kettes és a hetes, ezért a hetes biztos, hogy a B-be van. Ugyanakkor a B-ben van a hatos is, és ugye az unió C-ben, van itt is a hatos, ezért ezt a hatost innen kitöröljük, mert ez a hatos, a B és a C metszetében foglal helyet, hiszen A unió B-be itt a hatos, a unió C-be, B unió C-be itt a hatos, ha a zárójelezhetőséget használjuk, akkor itt a metszetben foglal majd helyet a hatos, és maradt a négyes és az ötös, az pedig biztos, hogy a C-ben foglal helyet. Ezeket így szépen sorrendben elgondolva kell megoldani, nem bonyolult, csak egy kicsit időigényes, de ha betartjuk a sorrendet, hogy először komplementer, metszet, unió vagy különbséghalmazzal halmazzal fogunk tovább menni. A következőekben pedig már ö, logikával ö, fogunk, logikai műveletekkel fogunk tovább menni. Sziasztok!